új turisztikai látványosság Berekfürdőn, szüreti mulatságot tartottak, köszöntötték a Zöldfa utcai idős otthon lakóit. Jó estét kívánok! Ez itt a Nagykunsági Híradó, a Karcag Televízió napi hírműsora 2024. október 7-én 18 óra 5 perckor, amelyben Karcag és térségének híreit láthatják. Elkészült és hivatalosan megnyitotta kapuit Berekfürdő legújabb turisztikai látványossága, a György Alak tanösvény és erdei futópálya. A megvalósításhoz a Tiszató térségi fejlesztési tanács hazai forrásból közel 40 millió forintos támogatást biztosított. A létesítmény átadóján készült felvételeink következnek. Így néz ki a frissen átadott György Alak tanösvény és tornapálya Berekfürdő határában. A megvalósításhoz a Tiszató térségi fejlesztési tanács hazai forrásból közel 40 millió forintos támogatást biztosított. Egy nagyon régi vágya teljesült Berekfürdőnek ezzel, hogy a György Alak tanösvényt, erdély tornapályát most átadtuk, hiszen régóta vágyunk az, hogy ne csak a fürdőnk legyen meg, ami nagyon fontos, hiszen az érteti Berekfürdőt, hanem fürdésen kívül mást is lehessen csinálni Berekfürdőn, és ehhez szeretnénk minél jobban a természetet bevonni. Közel a Hortobágyi Nemzeti Park, gyalog is vagy pár biciklivel ki lehet menni, oda pár kilométerre kezdődik a Nemzeti Park széle Berekfürdőtől. Tiszató kicsit messze van, oda már inkább autóval vagy tömegközlekedési járművel lehet menni, bár reménység szerint bicikli útot is lesz majd, és akkor azzal is lehet menni. De itt közvetlen környezetünkben egy erdei tanösvényt, erdei tornapályát nagyon régóta tervezünk. Először egy másik helyen, másik erdőrészletben gondoltuk, de végül is erre esett a választás. Részben a berekfürdőieknek nagyon fontos. Hál' Istennek egyre több embernek van meg az igénye a mozgásra. Van, aki fut, kocog, de van, aki inkább csak sétálna, és erre a legjobb valóban az erdő, az itteni friss levegő. És az is fontos még, hogy ennek kapcsán akár gyerek, akár felnőtt jobban megismeri az erdőt, megszokja, megszereti, akkor itt is, de távolabb menve más is az erdőkbe szívesen megy, megtanulja, hogy kell vigyázni, hiszen vannak itt ismeretterjesztő táblák kirakva, nem csak tornaeszközök, azok is vannak, de ismeretterjesztő táblák is vannak. Ezek inkább ilyen gondolatébresztő, rövid kis kiírások. Tehát abban bízunk, hogy ez megmozgatja az embereket sokkal jobban, mint ahogy ugye első ránézésre gondolja az ember. Az egész a pályázat az régebben kezdődött, de a hosszas előkészítés és papírmunka után a kivitelezés az nem egészen 3 hónap alatt megvalósult, úgyhogy ezt nagyon köszönjük a NEFAG ZRT-nek. A tanösvény a nevét a madár megfigyelő toronyból megfigyelhető György Alak kolóniáról kapta. A kilátogatók az 1300 méter hosszú tanösvény bejárása során tematikus állomásokon játékos formában szerezhetnek ismereteket az erdő élővilágáról, közvetlen környezetünk tájtörténetéről, vízrajzáról. A tanösvény mellett több ponton tornaszerek is telepítésre kerültek, ahol az erdő hűsében sportolásra is lehetőség nyílik. A legfontosabb az volt, hogy minél szélesebb réteg számára tegyük élvezhetővé és élményszerűvé az erdőlátogatást, az erdőjárást. Tehát olyan elemeket próbáltunk beletenni, amelyik egyaránt jó lehet és érdeklődést felkeltő lehet a kisebb gyermekek, től kezdve egészen az idős korosztályig. Tehát van ennek egy ilyen sétáló erdő jellege, egy ilyen kis nyugodt szemlélődő jellege, és ehhez igazítottunk bizonyos beruházási elemeket, és van olyan része, ami kifejezetten az aktivitást, a sportolást ösztönzi, ezt tartalmazzák a tornapályai elemek, illetve az alapvető cél, hogy a természet ismeret minél gazdagabb legyen itt a kilátogatóknál, a megfigyelés, természet megfigyelésnek is helyszíneket tudtunk biztosítani. A legfontosabb cél az lenne, hogy
értékelni tudja mindenki azt a különbséget, hogy milyen az, amikor bent vagyok a településen, bent vagyok a fürdőterületén esetleg, vagy bent vagyok lakott területen, vagy kint vagyok a mezőn, amin keresztül kell jönni, hogy ide elérkezzem, és milyen érzés az, és milyen klíma, milyen környezet fogad akkor, amikor belépek az erdőbe. Érezzék át azt, hogy ez itt ebben a térségben is, és az egész ország területén egy kincs. Mi magunk erdészek úgy is tekintünk rá, hogy ez egy zöld vagyon. Ez az országnak a zöld vagyona, kincsként kell rá tekinteni, és kincsként kell megőrizni. Ez különösen igaz itt az alföldi körülmények között, ami nem az erdőknek az őshazája, hanem inkább az erdőtenyészetnek a határ mesdjéjén helyezkedik el, és nagyon meg kell becsülni minden erdőt, ami már van, és törekedni kell arra, hogy minél több legyen. A létesítmény a Tatár Ülés utca felől megközelíthető gépjárművel vagy kerékpárral is, de a tanösvényre csak gyalogosan lehet bemenni. Gépjárművel parkolni a Nagy László utca lehetséges. A kerékpárokat a tanösvény köszöntő táblája melletti kerékpártámaszoknál lehet elhelyezni. Itt bicikli szervízpont is telepítésre került. Minden olyan kísérő létesítménnyel el van tehát látva Berekfürdő tüdeje, ami ahhoz kell, hogy a természet szépségeiben gyönyörködni lehessen. Nem csak egy természeti, környezeti és sportolási szolgáltatást nyújt a településen élő számára, hanem segít abban is elmélyülni az ideérkezőknek, hogy milyen természeti értékek, milyen páratlan ökoszisztéma jellemzi az Alföld erdeinek élővilágát, és konkrétan Berekfürdőnek a sajátosságét a Gyurgyalag élőhely bemutatásával. Ugyanakkor egy nagyon fontos és fenntartható ága a turizmusnak az aktív és ökoturisztika, ami a Tisza-tó térségében különleges figyelmet érdemel, és Berekfürdőnek van még egy sajátossága, a gyógyturizmus lehetősége, ami a szabadidő hasznos eltöltésével együtt egy nagyon komoly vonzerő a tó térségében, hiszen Berekfürdő adja szinte a Tisza-tó térségébe érkező vendégek részéről a vendégészakáknak az egyharmadát, egynegyedét, mikor milyen az évjárat. Most ebben az évben 130 ezer vendégészakát adott eddig augusztusig Berekfürdő, és abban bízunk, hogy ez a szám növekedni fog, és az ide érkező vendégek a strandfürdő szolgáltatásainak igénybevétele után, vagy a nagyon forró hőséggel terhelt napokon, vagy akár csak a természetjárás szépségéért, örömeiért ki fognak ide látogatni, és ki fognak ide látogatni a helyi fiatalok, a gyermekek, sportolni, a szabadidőt aktívan és hasznosan eltölteni, az idősebbek is nagyon szép és a járást könnyítő, rugalmas felületen tudnak sétálni, akár kocogni, és ez bizony egy olyan kiegészítés a berekfürdői turisztikai kínálatnak, ami egyben az életminőség javítására is szolgál, az itt élő berekfürdőiek életminőségét és a település vonzerejét egyszerre növeli. A hivatalos szalagátvágás után Berekfürdő legújabb látványossága már várja látogatóit, amelyre már csak vigyázni kell, hogy a lehető legtovább megmaradjon olyannak, amilyennek, természetesnek. A városunkban működő tagovodák nagy hangsúlyt fektetnek a népi jellegű élményszerző programok megszervezésére. Nagy Tibornéval, a Madarász Imre Egyesített Óvoda igazgató helyettesével beszélgettünk a Táncsics 19-es tagovodában a szüreti mulatság előkészületei közben. A szüreti eseményhez köthető néphagyományok felelevenítésével a gyerekek megismerkedhetnek többek között a szőlőpréseléssel, és vidám szürethez kapcsolódó dalokat is megtanulhatnak. A részletekről Nagy Tibornét, a Madarász Imre Egyesített Óvoda igazgató helyettesét kérdeztük. A mai délelőttön a Madarász Imre Egyesített Óvoda székhelye és Táncsics 19-es tagovodája közösen egy szüreti mulatságot rendez a családok bevonásával. Az elmúlt hetekben a gyermekek ismerkedtek a szüreti hagyományokkal, az őszi szüret munkálataival. A mai délelőttöt a családok támogatásával tudjuk megvalósítani. A mai reggelen már a szülőfürtöket szemezgettük a gyermekekkel, és a délelőtt folyamán különböző játékos tevékenységekkel készültünk a gyermekek számára. A szőlőszemekből mustot fogunk préselni, illetve a gyermekek morzsolhatnak kukoricát, diót törhetnek, különböző szüreti játékos, mozgásos feladatokat végezhetnek,
illetve itt a mögöttem látható egy szüreti témájú molinó, mely mögött fotózkodhatnak a gyermekek, kézműves tevékenységekkel is készülünk, illetve népi hangszerjáték, citera, muzsika is várja majd a gyerekeket. Nagy Tiborné hozzátette, hogy nagy hangsúlyt fektetnek az óvodai mindennapokban a néphagyományok átörökítésére, a népszokások megismertetésére. Elmondta, fontos, hogy itt az óvodában is közösen, együttesen megéljék a gyermekek ezeket az élményeket, megismerjék ezeket a tevékenységeket, szokásokat. Elmondta, a gyerekek nagyon várták már ezt a napot, és izgatottan vágtak bele minden programba. Nagyon várják a gyermekek, már nagyon sokat dolgoztak is a mai nap folyamán, és nagyon várják, hogy végre megkóstolhassák majd a szőlőfürtökből kipréselt mustot. Nagyon ügyesek a gyermekek, nagyon motiváltak minden ilyen jellegű tevékenység iránt. Sok ismerettel is rendelkeznek, hiszen nagyon sok családnak van kertje, akár az otthon, az udvaron megteremnek ezek az őszi gyümölcsök, és vannak ismereteik a gyermekeknek, és tevékenyen részt is vesznek otthon a családi millióban a gyermekek ezekben a munkálatokban. A képeket elnézve a rendezvény elérte célját, felelevenedtek a szüreti hagyományok a karcagi óvodákban is. Minden korosztály jól érezte magát, és ez a legfontosabb. Az idősek világnapján Karcag városa külön is köszönti idős polgárait. Most a Zöldfa utcai idős otthonban történt köszöntésről készített felvételeink következnek. Száll az idő, száll felettünk, észesen vesszük, megöregettünk. A múlt időkön eleltőnődünk, öreg embernek ugyan mit hozhat? Megszokta már a jók és a rosszat. Inkább a rosszat. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1990-ben fogadta el azt a határozatot, amely alapján október 1-e az idősek világnapja. Ezen a napon olyan programokat szerveznek, rendeznek, amelyeken keresztül az időseket érintő kérdésekre, problémákra hívják fel a figyelmet. Minden generáció számára gyümölcsöző egymás kölcsönös elfogadása, megértése, hiszen harmonikusan együtt élni csak egymás segítve lehet. Egy társadalomban, egy családban az idősek tisztelete, a jó nagyszülő-szülő-gyermek kapcsolat olyan szent háromság, melynek gyümölcseit a kapcsolat minden tagja egyaránt élvezheti. Ma világszerte 180 millió olyan ember él, aki már betöltötte 65. életévét. Számuk 2050-re várhatóan 1,5 milliárd fölé nő. Így egyáltalán nem mindegy, hogy a ma 30-40 évesek milyen világot teremtenek saját időskorukra. Áldott, aki megértéssel kísér, és fogja reszkető kezünket. Áldott, aki tudja, hogy hallásunk nehezen kapja már el a szót. Karcag városa, ahogy ez már hagyomány a településen, a Zöldfa utcai idős otthon lakóit is külön tisztelettel köszöntötte ezen a napon. Önök nevelték fel a mai generációt, adták át azt a tudást számunkra, amivel majd mi is neveljük a saját gyermekeinket, és azt a tudást, amivel, és azt az örömöt, amivel majd mi is, remélem én is most már nem soká és hamarosan majd az unokákat foghatom a kezembe, és láthatom az ő mosolyukat, mint ahogyan önök is látták a gyermekek mosolyát, az unokák mosolyát, és ahogy itt bólogatnak, azt látom, hogy talán a dédunokák mosolyát is nagyon sokan. Az időskor megélésével számtalan filozófus, költő, művész foglalkozott már. Albert Einstein szerint megőrizni az ifjúságunkat nem élettanilag nehéz, hanem lelkileg, mert elromlunk. Alkalmazkodunk a hitványhoz, a méltatlanhoz. Magunkba szívjuk a világ és a történelem minden szennyesét, és elkoszolódunk. Ma is készült extra tartalom, maradjanak velünk! Az Állatok Világnapja alkalmából az állatvédelem a felelős állattartás és a láthatóság jegyében figyelemfelhívó sétát szerveztek a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési munkatársai.
Az eseményre több mint 100 kutyás gazdi érkezett, akik a rendőreitől láthatósági eszközöket és mellényeket kaptak, hiszen ilyenkor ősszel különösen nagy hangsúlyt kap a látni és látszani elv fontossága. A rendőrök nem csak a közös sétával igyekeztek felhívni a figyelmet a jó gazda gondosságára, hanem szórólapokkal és jó tanácsokkal is ellátták az érdeklődőket. Szóba kerültek a felelős állattartás szabályai, a veszélyes állatok tartásával kapcsolatos rendelkezések, valamint az is, hogy mit javasolt tenni, ha eltűnik a házi kedvenc. A közös séta a szolnoki Kossuth térről indult a tiszai hajósok teréig, ahol az állatszerető közönség különféle kutyaiskolás bemutatóját tekinthették meg. A naplementét követően az esemény zárásaként a résztvevők és az érdeklődők láthatósági mellényekben a kutyusok fényvisszaverővel és világítással ellátott nyakörvekben tettek egy közös sétát a tiszaparti sétányon. Eddig tartott mai hírműsorunk a nagykunsági híradó. További tartalmakért kövessenek bennünket Facebook oldalunkon. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Ne feledjék, várjuk témajavaslataikat szerkesztőségünkbe. Karcag és térségének híreivel várjuk Önöket holnap is. Viszontlátásra!